A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai adásában Bácsi Geri és Kocsis Dezső. Hogy gyökerezik a ti kapcsolatotok? Mert én először veled hegyésieknél találkoztam, a drift szakkörön, veled pedig még háttán 7-8 éve a Balatonon, amikor még... Kérlek szépen! Legjobb lenne, ha sehol nem gyökerezni. Gyökerek voltak? Egyébként állandóan méreget. Méreget. Csipket folyamatosan. Tehát kérlek szépen, nekem a mai napig úgy van benne a telefonomban, hogy Kocsis Nitró Dezső. Tényleg? Emlékszel? Nitró töltés miatt, mert annak idején eltűntek a nitrotöltős emberek, és a Dezső volt az a telefonszám, amit megkaptam. És akkor valahogy kiderült, hogy te turbókat is henkelsz, és akkor Gyula bácsi nem ért rá, vagy valami volt, és akkor meghenkelted nekik a turbót is. A Serenára. Igen, kellett valami nagyon gyors turbójavítás, és akkor a Dezső ugye elkezdett járogatni a klubba aztán. Igen, és akkor ott maradtam. A fiúk nem akarják, de ott maradtam. De az innen. De jó pár évvel ezelőtt most már. Hát az vagy három. Három éve. Az mindkettőtökről elmondható, hogy többet szereltek, mint vezettek. Na várjál. Milyen autót és milyen körülmények között? Igen, hát az nem mindegy, mert... Igen. Olyan autót, mint amilyet szereltek, vagy építettek, olyat viszonylag keveset vezettek, szóval nektek inkább az építés játszik. Hány éved van most már benne, Geri? Előbb itt elkezdtél nosztalgiázni. 15 körül. 15, és nekem hál' Istennek az építés az nem annyira, ugye mi csak szeret alkatrészeket. Ne szarakozzál velem, már 15 évvel ezelőtt még a csattogós lepkét húzogatta. Járni tanult. Hát, jó, hát azért amikor eredetileg elkezdtem, az már most volt, hogy 6-7 éve, de amióta ő komolyabban, ez a 3-4 max. Szóval először Sudi mellett, és akkor komolyabban egy 3-4 éve. Az autóiparban ugye most van egy ilyen elég erős átrendeződés, hogy majd jön a villany, de aztán most visszatáncolnak, hogy visszatérünk a belső égéshez, de így a hobbi autózásban, így a tuningonalon, a versenyautóépítésnél ez hogy csapódik le? Többen vesznek turbót? Többen építetnek nagyon erős versenymotorokat? Vagy pedig ez most éppen így stagnál? Hogy látjátok? Átadom a szót. Figyelj, a matek szerintem a döntő, tehát nézd meg, hogy mennyi pénzt kell belecsolnod egy szívó motorba, hogy erős legyen, és ha ugyanazt a pénzt belelecsolod és turbót teszel rá, akkor mennyivel több power jön vissza. Én így vezetem le, tehát hogy én szerintem szívó motor tuningnak abban az esetben van értelme, hogyha egy adott versenykategóriát akarsz vele megtámadni. És a szabályok megkötik azt, hogy te oda szívó motorra mehetsz, adott alkatrészek, stb., akkor abból az alkatrész kupacból ki kell faragni a lehető legjobb autót, de ha nincs megkötve a kezed, the answer is always turbo. Így van. De Geri jobban tud beszélni a tuningról, ugye nálunk nem az a fővonal, szóval most tudom én az összes turbónak, amit csinálunk, az 20%-át teszi ki nagyjából a tuning, szóval én annyira nem tudom lekövetni most az emberek éppen, hogy mennyire tuningolnak. De alapvetően, amit most éppen elkezdtem én megfigyelni, hogy inkább ezek az utcai kisebb dolgok azok, amik jobban mennek, mint még a szabályokon belül. Tehát nem az elborult versenyzős? Nem az elborult ész nélkül, hanem az átlagember, akik szeretnek kicsit többet az autójába, az ami most úgy divatosabb. És azt tudom, hogy te azért megfordultál drakpályákon elég sűrűn, van ugye a legendás Lupo. Legendás? Igen, volt. Legendás. Luca széke? Nem Luca széke, eladtam. Az legenda is maradt. Az legenda is maradt. Azt még nem láttuk működni, az legenda maradt. Milyen szép, hogy nem dőlnek meg a legendák, hanem legendák maradnak. Igen, és... egy másfél év után kirakhatták róla a videó. Azért nem lesz ki a videó, mert arra vártunk, hogy meg tudjuk mutatni. Tehát a koncepció mindig az, hogy felvesszük, hogy hogy épül, de addig nem nagy pofájuskodunk, még nem tudott működni a pályán, és nem tudjuk azt mondani, hogy na, amit ott állítottunk, az megvalósul. De most ez történt. Na most ez muszáj volt, mert egy év után mondtam, hogy figyelj, többet most már nem szeretnék várni vele, úgyhogy most már kiraknánk, és mivel eladta az autót, ezért kiraktuk ugye a videót, hogy hát sajnos a kocsi már nincs meg, de nézzétek, milyen jó motort építettünk. Igen, nagyon szép volt. De ha már itt tartunk, neked a körpályás technikás vezetős tapasztalatait hogy alakulnak? Tudod, hogy mikor vezettem én körpályán technikással legutóbb? Tartok tőle, hogy akkor, amikor ott voltam. Az egy... Ennyi, tehát hogy figyelj, egyébként
az ingerencia megvan, rohadtul szeretnék, csak soha nem tudok eljutni. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen, meg én nem szeretem egyébként más autóját vezetni. Tehát a sajátomat nem féltem, oda viszem, szétvágom, bármi történik, nem számít, de a máséval meg nem szeretek. Ugye a ominózus integrálval egy párszor elmentünk füvet nyírni, kicsit megkavicsúztuk az alját, a gazdája szeve láttára. Igen, mellettem őt, a mögötted menő autóban. Igen, tehát hogy na, úgy nem jó, tehát hogy sajátot. Azt egyszer nem ütök el. De hogyha már a saját autóknál tartom, meg a be nem teljesülő legendáknál. Van az a fekete Supra, amit 6-7 éve megmutattál nekem, hogy ez lesz majd a Supra. Az most hogy áll, hol tart? Négy keréken. Ó. Műhelyen letakarva. És ugyanúgy. Én, hogy a piszkával sose készült az autóm. De nekem még legalább megvan, te meg eladtad. Feladta, én nem. Na, ennyi. Én tényleg egyszer össze fogom rakni, de ez van. Négy Suprám van egyébként, ami arra vár, hogy össze kéne rakni. Mármint, hogy négy darab MK4. De hogy ez négy darab tied, vagy pedig négy darab? Négy darab enyém. Hát, ügyfélautóról ne beszéljünk, hogy mennyi van, az csak lista, hál' Istennek. Tehát azok nem ott állnak a műhelyben, de az MK4-ek így állnak ott a műhelyben, és várják a sokat. Hogy alakulnak most a Supra várólisták, árfolyamok, hasonlók? Nincs várólistán már. Megszüntettük. Akkor hogy készül az autó? Hozd ide, és majd lesz valami? Nem, hát van egy várólista, ami 2 évvel ezelőtt így le lett zárva, és így dolgozzuk le a felírt autókat, ennyi. És mi a helyzet turbofronton? Mert ugye Magyarországra most esnek be azok az autók, amiket, mit tudom én, nyugaton már letettek 170-80-200 ezer kilométerrel, és ezek nagy része ugye már turbós, akár dízel, akár benzines. Nektek hogy alakul most így a munka ilyen fronton? Hát alakulgat, szerencsére nincsen panaszkodni való. Amit igazából mostanában nagy divat a rengeteg ilyen kis terrautó, amit te is mondasz, hogyha itthon vették, akkor sem már benne 300-400 ezer, hiába pár éves. Ha kintről vették, akkor valószínűleg a duplája. Csak nem annyit mutat. Így van. És azok romlanak nagyon. Meg hát a szokásos személyautó 25 évtől most napjainkig. Szóval mindenféle, amit el tudsz képzelni. Remekül hangzik. A kötelező kérdés. Swift-tel találkoztatok-e már pályátok során? Akár mint járós autó, akár mint családban. Nálatok. Itt a nyílt napon. Ez fel is vett egy fontos kérdést, hogy te kezelheted-e a kormányt, ugyanis... Ugyanis te már vezetted ezt komoly tapasztalatokkal rendelkezek, igen. Neked volt Swifted? Igen, egyszer végig szántottam egy ilyennek az oldalát trailerre. És utána úgy döntött, hogy meg kellett menni. Nem, utána meg az lehet, hogy figyelj! A trailert vezetted, vagy a Swiftet? Megvettem a Swiftet utána. Ja. Egyszerű volt, mert volt biztosítás a traileren, de péhrendszámossal húztam, és mikor közölték, hogy ez milyen tortúrával jár, hogy ezt valahogy a biztosító kifizesse, én gondoltam, hogy rövidre zárjuk. Figyelj, mennyibe kerül a Swift? Nem akarok hülyeséget mondani, szerintem 150 volt, és akkor így menjünk tovább. Fogtam fel a trailer, és elvittem a kocsit. Nem vicc. Nagyszerű. Milyen jó hangja volt. Ugye? Minden jó varrúr. Anyagból van. És van meg kárpit is. Így. Már bár egy ponton már nincs. Egyébként, tehát visszatérve nekem nem. Tehát ilyen Swift nem. Láttátok a pályát, láttátok az autót. Mi a stratégia, és hova szeretnétek odaérni? Mert ugye már nagyon elkezdtétek nézni a neveket itt az autó elején. De ki kicsoda, mert nem lehet elolvasni. Mancs és Hetyési. Igen. Szalai Isti Anfield. És Novot Tibi, valamint Csikós Zsolti. Figyelj, a nyuggereket meg kell verni, Dezső, ez a cél, jó? Tehát egy reális célokat tűzünk ki magunk elé, légy szíves, jó? De ki a nyuggere, Zsoltiék? Nem. Igen. Engem is már papáznak. Várj, Hetyési Zsolt vagy Csikós Zsolt? Túl sok a Zsolt. Hát a Hetyőre gondoltam most éppen. Ja, de az 1.16, az egy merészvállalás. Igen. De hát vertek rájuk 10. Ne. A merészvállalás beülni mellém, ha én kormányozok. Szerintem kezdjünk ezzel. Van benne öv? Van. Jó. Kezdhetjük? Sikíthatsz végig. Ó, fogok is. Ijej, Dezső, azt döntsd el. No? Lássam, hogy mit csinálok, vagy azt, ami ott kint van. A kettő közül csak az egyiket látom, jó? Hát szerintem a kintit. Neked lehet, hogy jól működik a szemüveged, én maximum azt látom. Hogy is volt a nyuggerekkel? A bácsi. Ne haragudjál. A nép kötelező. Ne haragudjál, ez azért piros keretes, mert ez tudósos. A piros mindig gyorsabb. Tudományosan megkeresem az indítót. Nem, mert minden színű pólójához van szemüveget. Nyomjad a féket. Indításnál nyomjad a féket. Nem megy, kész. Mondtam, ez is meg van fordítva. Ez jó lesz. Na várja. Ez tetszeni fog. És akkor nekem kell váltani, ugye? Itt van. Esküszöm, jó, mi romni akartam a gázt. Te rossz rajta a fék, tényleg. Nem nyúlhatsz a váltóhoz, mert diszkvalifikál. Bazd meg, az hogy csinál? Azt nem tudom, most fogom megcsinálni. Csapjál rá a kezemre, hogy valami.
Figyelj, ezt ne engedd el, így. És akkor csak a, de akkor meg a kezemet fogod meg, jaj, de jó lesz. Jaj, de jó lesz. Oké. Na? Figyelj, az első kanyarba mindenképpen az utattól te merre kell menni? Nem. Jó. Te ne haragudjál, te ilyenekkel nem foglalkozunk. 3, 2, 1, rajt! Most figyelj, jó lesz. Egyre bár átrendezés volt. Várj, gondoljuk végig. Oda kell állni. Oda akarom, mert akkor erre kell kanyarodni. Úgy. Fogom ezt a szart. Na, nagyon kemények voltunk. Menj közelebb! Megérkeztek a Manna ABT feladathoz még egy hibával. A fékezés nem sikerült Dezsőnek. Ő vezetett! Várjál! Nem szabadon! Várjál! Mi csinálsz? Nyomjad! Mi csinálsz? Nyomjad! Tekered a kormányt, nem ér. Minek van neked ott az a fékperál, ha sose nyomod? Most mi van? Ha megnyomom, akkor meg ugatsz velem, hogy megy. Amarra! Amarra! Hát már arra megyünk! Nem, meg kell tenni ezt a szar! Jóva! Tomas, mi? Ja! De hülye, hát az mi? Amarra! Vissza! Nem lehet váltani, hát az nem igaz. Jó, így, úgy, várjál, jóra kell, hogy maradj, így. Jaj, de jó vagy! Állj! Hát légy rá, jaj! Hát nyomjad már! Ez nem igaz! Becsém! Jaj! Magyar, maga biztos, mindenki visszafelé! Én is! Figyelj, én kemény vagyok, szoszi! Ki fog kézifékezni? Ki kell? Én nekem kell várni. Na nem érdekel, mi csinálsz, húzd a kézifékezni? Tud! Következő körbe, Dezső, érted? A gáz, akkor gáz. Tudod, ez a... Hogy is volt ez a csávó? Gáz! Mi volt a csávó neve? A Sami, összetöröd a versenyt. Sami, hogy gáz! Jó, na ezt fogom én is ordít mondani. Nekem, hogy gáz, amikor megyek neki a izének. Ő meg ordít nekem, hogy fék, érted? Jó, egyszer volt ilyen. Jó, az ücsit én felejtettem el. Tényleg elindultunk kutya kezembe. Tényleg közel pusztod magadhoz az asztal? Persze. Várjál, asztal. Mondtak olyat, hogy nem lehet közelebb húzni? Egyébként... Mondták, hogy az asztalt nem lehet közelebb? A tereptárgyakat elmozdítani nem lehet. Ezt kimondtad. Ez hangzott. Ezt nem hallottam. De. Mondtuk, hogy ha elmozdul, azt mondtuk, hogyha elmozdul. Levonjuk azt a hibát. Jó, azt igen. Ez így, figyelj. Így csak 6 darab volt. Ez a minimum. Ez így igazságos. Ez a minimum. Számomra a legfontosabb kérdés. Új alapokra helyeztétek a kapcsolatotokat? Nem, eddig is imádtam. Nem, mert még nem fogtam. Nincs különbség. Nem fogtam meg a kezemet bent a kocsiba, sajnos. Nem, mert ahogy véletlen megfogjam a váltót. Felvétel. De jó, de még itt, de menet közben nem, sajnos. Á, értem. A combod. Menet közben a combodat kéne egy kés. Annyi keze már nincsen, szerintem. Automata váltós autó, nyugodtan lehet pihentetni a combján a kezét. Na de, változtattok-e a taktikán? Lesz a sofőr csere? Én nem merem úgy, hogy ő nyomja a gázt. De majd kipróbáljuk. Szerintem egy próbát meg. Te rohadész! Figyelj, ezt most, két verzió van, most mondom. Vagy most ülsz oda, vagy a következőben, de egyszer oda ülsz. Jó, akkor megnézem. Lesz. Akkor szerintem ne is húzzuk az időt. Jó. Fontos dolog, hogy tisztázzuk az asztalt, nem lehet odébb húzni. Az is terettel. Tehát megbeszéltük az elején, hogy ha arrébb raksz valamit, az 5 másodperc. Érinteni lehet, de a kocsival nem kézzel. Elég nagy gázzal megyünk és átugratunk bizonyos akadályokat, azokat nem tettük odébb. Fú, nem lesz így jó. Hát, szabályértelmezés, érted? Te figyelj már! Ezzel lehet, hogy kapratív nyomom a féket, meg a gázt egyszerre nyomom? Hát P-be biztos nem, de... Akkor másodperceken belül beszámolok, mert a két úriember már nagyon kanos. Elkészültetek? Redna! Hátrébb állok! Jaj, nekem kell válni, ezt mindig elfelejtem. Várjál, nem jó, valami nem jó.
nem veszi ki azt a rohadékot. Na, most jó. Figyelj, most figyelj. Lehetünk? Abszolút. 3, 2, 1, rajt! Lassabban. Ennél lassabban nem tudok menni. Nyomom, nyomom, ez az, nyomom. Most keményen, keményen kell, ez az. Jó, másik irány, Dezső. Másik. Egyszerre nyomom mind a két pedált. Keményen csinál, ez az. Jó, most megint kemények vagyunk. Ez azt csináld. Most figyelj, hogy itt rontottam el. Itt, figyeld, lassan, okosan, ügyesen, úgy, jó, nyomod, 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 nyomod. Fék, 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 nyomom, nyomom. Hát nem, 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 hát ez Denis. Félbe tetted? De nem működik a fék, teljesen fel vagyok háborodva. Hát nem azok nyomtam a féket, és az a szar nem állt meg. Fék, hova tűnt az üdítő? Ó, viszont. De. Ez egy plusz 10 másodperc, nem is egy mínusz 10 másodperc, légy szíves. Talán sortos, lassan. Egyszer én jól a féket, meg a... Mi van? Hogy van? Lassan. Ennél tessék. Oké, mehetünk, csak nem tudtam melyik irányba kell. Még mennyi? Ott az asztal! Hát... Ne haragudjál, légy szíves! Föl van rakva! Oké, egyébként! Okay, bármit csinálsz, csinálj gyorsan! Menjél, menjél, menjél! Nem menjél! Mindegy, már föl! Nem menjél, krükivel! Mindegy, már föl! Ja! De. Akkor menjünk át, mert semmi nem számít! Nem menjél, csinálj gyorsan, nem érdekel! Ez az! Jó, ügyes! Jaj. Teker, teker, nyomja! De eső, határozottan! Figyelj, most! Jó? Gyorsabban menjünk, majd lassabban szólja! Adini, fogott a fék, öcsém! Lassabban! Lassabban! Nem áll! Figyelj! Lassak vagyunk, de látványosak! Édes Istenem! Szerintem, figyelj, lehet, hogy úgy érzem, hogy ez egy jobb kombináció. Ó, nem. Így ütősek vagyunk, nem? Rendesen féltem, szerintem látszik majd. Kocsiba sose féltem még ennyire. Tényleg? Esküszöm. Pedig egy 700 lóerős autóval jársz. Igen. De az ebből látszik, hogy én csak 75 lovassal. Meg nem üt maga mellett kapucsot. Csodálatos volt ez a felvétel. Na de, akkor ez volt a jó taktika? Abszolút. Nem tudom. Figyelj, én nyomtam egyszerre mind a két pedált. A végén látszott. Tehát az előbb nem is kérdeztük az időt. Ja, az nem számít. Volt a baj. Van időnk. Az előző idő az 2.02. Ó, az nagyon szar. 7-es darab hibával. 7-szeret. Darab. Igen, mert az ücsit tilöktél, és leesett az ücsi, rossz az asztal. 2.32, majdnem egy perccel a nyuggerek mögött vagytok. Most? Azzal az idővel, nem? A mostani időben 1.37, összekeszedném magunkat, ez így nem lesz jó. 1.37, 2 darab hibával, az 1.47. És tudod, van, most akkor szállj ki és nézd meg, mit csináltál. Szeretném mutatni, ez nem lemez, ez valamiféle háló. Talán ilyen drive-it háló, meg... Sírtháló. Meg lett. Akartam mondani, hogy eléggé vakulat kinézete van. Igen, ez teljesen. Igen, az a baj tényleg, hogy ez jön közben. Nem csezd meg összetetét. A matricent időket sem lehet. Figyelj, Dezső, ez jó taktika. Már csak azért is, mert visítasz mellette. Az biztos, az a műsornak biztos, hogy jó. Hogy folytatjátok ebben a felállásban? Ez nagyon jó volt, ez nekem nagyon tetszett. Jó, és pihennétek egyet, vagy amit bennetek van a stenk, addig akkor én most megöljük a harmadik. Föl vagyok spanolva. Hát benned nem látom ezt a fajta eltökétséget. Dezső, szedd össze magad. Nekem ott maradt a lelkem hátul, amikor átvittük a izét. Figyelj, én nyomtam mind a két pedált, ahogy bírtam. Hát ezt én... Csak az a baj, tehetek én róla, hogy a motor erősebb, mint a fék? Hát most... Te tényleg. 90-es évekbeli autók, tudod. Hozzátenném, azért ezt így beszéljük meg, hogy na? Akkor a fék vajon milyen erős, hogyha ez a motor erősebb, mint a fék. Hát nincs benne gyakorlatilag fék. Ez kifogás. Nem kifogás. Nem, olyan nem szeretsz. Semmit nem mondtam. Főleg amikor a gázt is nyomjuk mellette, akkor igazából lehet. Figyelj már, igaz, hogy a driften csak két valikör van, itt meg három. De ott szokott az lenni, hogy az első kettő, vagy az első szarul sikerül, de top 16-ba benne akarsz lenni, akkor ingatja le. Akkor ez lesz most a minden valikör? Mindent vagy semmit? Mi az? Hátul, hogy van, menjünk végig. A büntetőért 10 másodpercet kapunk? Nem. 5 másodpercet kaptok, hogyha lelöktök, vagy fellöktök, igen? Vagy arrébb toltok dolgokat. Az érintés nem para. Azért jár a 10 másodperc, hogyha leesik az asztalról a Manna ABC feladatnál az ücsi. De az előbb leesett úgy, és nem az asztalt ütöttük el, hanem mellett a gumit. Az hogy van? Ha akkor lelökitek, az nem számít. Jaj, de amúgy nem tudják fölvenni az üdítőt, szóval saját magunkat. Igen, mondjuk, hogy kihagyjátok a feladatot. Nem, elkértük.
Hát de... Odaadták. Nem tudom már ki volt, de valaki odaadta. Operatőr kedves volt veletek. Ja. Ide nyugodtan bevághatjátok a macskafogóból, az én vezettem! Hát ahogy látom, végig olyan a körötök, úgyhogy nem kell bevágni, lesz benne. Hú, csin. Jó lesz visszajönni a saját autómba a légkondiba. Hol volt itt tényleg? Nézd annak! Ja, megvan. És fölemelted az alapjáratotok. Visszaállt. 3, 2, 1, rajt! Hallod, elfelejtettem, hogy folyt fel a port. Ugye, én most nagyon koncentrálok, nagyon rendes gyerek vagyok, nagyon lassan megyünk, úgy ügyesen szépen bekanyarodsz, azaz nagyon jó. Ennél lassabban nem bírok menni. Ez már nyugger tempó. Ismét nagy lendülettel közelítenek a srácok a Manna ABC feladat felé. Csak már átnyomok. Figyelj! Megvan! Visszalaz! Rüki! Nem mész onnan! Apád, Tülit, hát nyukászott össze-vissza. Tekerre azt a kormányon sem áll, úgy áll, tekerjél! Kopra be van! Milyen kopra megyek, hány sikbar tekerjé? Hát arra megyek, igaz is már meg, hát szépen tolassunk be, hülye gyerek! Ne fért volna! Jó volt! Nem jó, arra menjél! Jó lett volna! Na, most figyelj! Most! Ez az! Jó, nekem tetszik, amit csinálsz, nagyon jó, meg vagyunk, figyelj! Jó, mert... A jobb lábban nyomtam egy akkora telit a padlón a köcsém. Jó, mehetünk. Én nyomom. Jó. Dezső, nyuggereket meg kell verni, olyan nincsen. Kéziféket te húzod, nem én. Figyelsz, oszlopfarad, kézfék, nyomod a kéziféket, az nyomod. Én nem veszem el, nem érdekel, mi lesz. Na figyelj, ez nem volt szép, de ez gyors volt. Ez az. Na most aztán. Na mennyi az annyi? Álljatok a rajtba és megbeszéljük! A rohadék! Megvertük a nyuggereket? Mielőtt ezt megbeszélnék, szeretnék veletek egy kicsit... Ennyire kíváncsiak vagytok az időtökre? Hát figyelj, mindenképp a Dezső fizet, tehát... Tudomásom szerint a fizetet? Figyelj! Ha mi győztünk, akkor kifizetem a 2 turbót, amit hozott. Ha nem? Ó, nem. Persze. Tippeket kérek. Mindenképp jobbak voltunk. Ez kurva jó volt. 48 mi? 2-3-4-48. Ilyen szoszik, kemény. Szerintem ez jobb volt. Figyelj, nem tettünk tönkre semmit a kocsin kívül. Hiba az nulla volt? Nulla. Nem volt hiba. Egy 4 javításból sikerült betolatni, de azon kívül hiba volt. De elsőre is meg lett volna. De amúgy már style. Tehát, hogy érted, ha már betolatunk, rendesen. Ott basztunk a legtöbb időt. Igen, te. Én vezettem. Az előre hátra te kezelted. Figyelj, bemutatnám neked, van ott az a Suzuki feliratos izé. Na, azt kell tekergetni, és akkor be lehet tolatni normálisan. Nem úgy, ahogy te csináltad. Na. Ja, és szeretnék reklamálni, hogy jobb kormányos kocsiba a fütykös, az automata váltóboton a másik oldalon van, mert ugye a kis ujja, a nehéz nyomkodni, a hüvelykujja, meg könnyű, csak szólok. Ez az egész a kihívásokról szól, Geri, nem tudom, megvan-e. Na de, mondhatom az időt? Igen. 0. Mi? 1. 2-ös pont. Igen. 1. Igen. 0-81. 1-10-81. 1-10-81-en megvertük? A hegyhőjéket megvertük. Őket, őket nem. Dezső! Arra kurva jók vagyunk! Na, ez már tetszik. Ahhoz képest, hogy milyen mérő kezdtünk, ahhoz képest. Na, azt azért el kell mondanunk, hogy a legunalmasabb körünk volt a legjobb. Na. Igen. Ugye? De igen. Szerintem a másik két körön sokkal jobban szórakoztak. Mi a tanulság? Inkább... Én faszom észre. Így van. Inkább ki kell mindent, az viccesebb sokkal. Látod, ezért kellene nekem egy jó játszós kocsi. Hát én minimum van 4 Suprád, van 4 Suprád, az egyik miért egyből jobb? Egyből rávágom, hogy na ezért nem fogok Suprával soha ilyet csinálni, mert nem lesz vicces. Meg nem lehet megszorítani a kormányzat. Mert arról így letörsz egy ilyen kis küszöbb darabot, remélhetőleg nem lesz benne gép belül, meg ilyenek, de akkor nem fogok így röhögni, na. Azért kéne valami ócska bódé Supra motor, az úgy. Egy Swift. De nem jó, túl könnyű. Tehát, hogy legyünk balanszba, 3-as bömbölde, be a motor az 6 szóljon, valami jó kotlak, aszni. Nézd, ez csak rajtad múlik. Tudomásom szerint az infrastruktúra rendelkezésre, turbót is van honnan venni. Én már vettem egy játszós bódét, pontosabban kaptam. Nagyszerű. Te már tudod. Igen, a többiek pedig... Nem tudják. Így van. Viszont, aki szeretne találkozni Gerivel, az jöjjön el a nyílt napunkra, aminek ki vannak írva ide a részletei, mert hogy elő fogsz adni a délelőtti és a délutáni turnusnak is a szombati napon. Nem, mert a vasárnapi. A vasárnapi nap. Dezsővel nem lehet találkozni?
Dezső nem, biztos, nem biztos még. Nyaralni vagy? Nem biztos, hogy itt leszek majd kiderül. Dezső, időjössz vasárnap, téged is megdobálnak csapa egyet. De jó. Tudod, hogy kell hangulatba hozni az embert? Az biztos. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok. Figyelj, rohadt jó élmény volt, de legközelebb ne 40 fokba hívjatok, légy szíves, hogy minimum légkondi a kocsiba, jó? Az is nehezítés. Az is nehezítés. Ránk kell nézni mind a kettőnkre. És egy feladatunk van még hátra. Igen? Kérlek, írjátok alá a géptetőt. Igen, írjad, mert ugyanis, nem tudják elolvasni. Ugyanis ez is jótékonysági árverés áldozata lesz, amit igen? majd egy rászorulónak felajánlunk. Tetszőleges helyre egy ilyen nagyjából 16-os Ariallal, légy szíves. És az időt majd ti írjátok. Az időt meg mi írjuk alá. Jó, csak alá kell írni. Aha. Ó, ez. Köszönöm. Helyettem is aláírtad. Hát az RMS, Geri, vagy a BG, amelyiket szeretnéd választani. Akartam, mintha valahogy hárman vezetétek volna az autót. Igen. Én tényleg beírom az időt. Amire büszkék lehet. Figyelj, szép nem lettünk, volt, egy a lényeg. Helyt álltunk, Dezső. Ennyi, dobogó még. Kemények voltunk, megvan. Szoszi. Ennyi. Reméljük, mindenki bénább lesz. Tök mindegy, de viccesebb szerintem az első a két szépen. Körnél. Annyi köszönöm, ti voltatok az elsők, akik el akartatok ütni engem. Igen, ők vagyok. A Gonosz Swift következő párosa, Hajas Imelda és Polecki Ricsi. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt.